Juhász Ferenc. Ősteremtő boldog áldozat. Részlet. Németh János azt csinálja, ami a maradandóság. Maradandóságot teremt az ősanyagból. Vidámat, játékosat, monumentálisat, figurákkal pesgőt, alakokkal tenyészőt, szomorú, szente, táncosat, halál ünnepestét. Németh János tudja, csak ami tündér vonulatában halandó, az a megmaradásában nem múlandó. Mert föld. Mert égetett föld. Mert sár. Mert agyag. Mert létezés ősanyag. Születés, temetés, üdvözítő üdvösség, hiszen teremtés. Anyag az nagyon meghatározó egy keramikusnál, annál a művésznél, aki agyagból dolgozik és agyagszobrokat akar csinálni. Ezért a keramikusnak az agyag az alapanyag. Elsősorban úgy kell megfogalmaznom, hogy mit szeretnék csinálni, hogy az az agyag hangján szólaljon meg, érezni lehessen azt, hogy az csak keramikus szobrász keze által született. Tehát végső soron az agyak hangján szólnak a formák. Tehát én úgy érzem, hogy ezekkel a formákkal, a korongozás által jutottam el addig a pontig, amikor hát a legegyszerűbben tudom kifejezni a mondani valómat. Először agyak hurkákból építettem fel szobrokat. És egy olyan diplomát kaptam Borsos Miklóstól is, Hár János borpince cégér, ami mai napig megvan a műtermen falán otthon. Nagyon kifejező érdekes szobor lett, és hát kitüntetése sok levéllel diplomáztam, és utána adott egy ösztöndíjat, hogy még bent maradhattam a főiskolán. És akkor volt egy érdekes időszak, 1919-1959. Az ugye évfordulója a tanácsköztárságnak, 40 év, és hát a két főiskolának volt egy kiállítása a Kisműcsarnokban, az Andrássy úton. Egyszer gondoltam, hogy hát a gal kakas, a francia forradalom, a hajnaltrikoltó kakas. Talán ez megfelel tematikailag. És akkor elkezdtem ilyen csöveket korongozni. Még az ujjam nyomát is benne hagytam, kupokat, gömböket, csöveket. És ahogy a korongozás jele is benne lenne, új nyomat, tehát ezek, ahogy forgott ugye a korong, ujjamnak körkörös nyoma is, és ebből elkészült egy elég dinamikus, ilyen nyújtózkodó, hajnal trikoltó kakas. Jön a mester, nézi a szobrot, megforgatja a korongot. Mondom, még rá akarom írni azt, hogy 1919-1959. Rám néz, azt mondja, tudja mit? Ne írjon rá semmit. Hát volt egy író egyszer, aki meghalt, már Mezei András, nem te ismert a név, aki azt írta a vendégünkben, hogy olyan erotikálják a szobrok, hogy önmagukról nem is tudják, hogy erotikusak. Valójában nem tudják, annyira erotikusak, mint ahogy mondjuk a Willendorfi Vénusz, vagy a másik, ugye a termékenységnek, vagy egyéb olyan dolognak a szimbóluma, ami szinte tudat alatt jön létre, mert nekem mondjuk az anyaság, a nő, a termékenység, az mindazt a bővérűséget jelenti, amit én ezekkel a formákkal ki tudok fejezni.